Két napirend okán képviselői kezdeményezésre rendkívüli ülést tartottak október 12-én a Városháza nagytermében. Mindkettő a büntetés végrehajtási egészségügyi intézményhez, illetve a témában megtartott népszavazáshoz kapcsolódott. Az ülésen sokan megjelentek a városlakók közül is. A tanácskozás elején azonban már csak az egyik megtárgyalásáról döntöttek, ugyanis a képviselői napirendi indítványhoz, mely az ingatlan átadásával kapcsolatos népszavazás miatt szükséges döntés meghozatalára vonatkozott, nem érkezett előterjesztés. Így a szakbizottságok nem tárgyalták, és az önkormányzat SMS-e szerint a testület elé sem kerülhetett. A jelenlévő képviselők 7 igen és 5 tartózkodás mellett nem járultak hozzá ahhoz, hogy a képviselőkön és a tanácskozási joggal rendelkezőkön kívül más is hozzászólhasson a napirendhez, erre egyébként írásos kérelem érkezett. Az elsőként az előterjesztéshez hozzászóló Szántai László sajnálatát fejezte ki, hogy az indítványukat nem tárgyalhatja a testület. Leszajlott egy népszavazás Berettyóújfaluban. Igaz, hogy nem ért el az 50%-os érvényességi küszöböt részvételek aránya, de felhívnám tisztelt képviselőtársaim és a polgármester úr figyelmét egy dologra. Egy évvel ezelőtt volt egy népszavazás, ami ugyan nem helyi volt, hanem országos népszavazás, ahol szintén hasonló helyzet állt elő, és akkor Magyarország kormányának egy prominens képviselője, aki egyébként a vezető kormánypártnak is mértékadó vezetője, nyilatkozott abban az értelemben, hogy aki nem ment el szavazni, az rábízta a döntést azokra, akik elmennek voksolni. A másik mondatával pedig azt mondta, hogy nem az számít, hogy hányan szavaztak, hanem hogy mi lett a számlálás végeredménye. Én azt gondolom, hogy egy olyan mértékadó politikus, egy olyan mértékadó kormánytag volt, aki ezt mondta Kósa Lajos személyében, hogy azt gondolom, hogy tekintettel különösen arra, hogy ugye ennek a kormányzó erőnek a képviseletében, vagy a képviselői egyébként polgármester úr és a többség Berettyóújfalu képviselőtestületében. Én azt javaslom, hogy tekintsék az ő szavait irányadónak és alkalmazzák a jelen helyzetre is. Ami számomra azt jelenti, hogy azoknak a döntését kell figyelembe venni ebben a kérdésben, akik elmentek szavazni. Akik elmentek szavazni, azoknak körülbelül 2/3, szűk 2/3, 64,6%-a, ha jól emlékszem, azt mondta, hogy nem szeretne Berettyóújfaluban börtönkórházat. Ez alapján azt gondolom, hogy a képviselőtestületnek a 107/2017-es számú határozatát vissza kellene vonnia. Nyilván minden képviselő a saját lelkiismeretével fog elszámolni adott esetben, amikor szavaz. Hazamegyünk, a tükörbe nézünk, és majd meglátjuk, hogy a tükör mit mond. Én itt nem kívánok tovább kvázi agitálni egyik szavazat mellett sem, arra hívnám fel a figyelmet, hogy ez nagyon nagy jelentőségű ügy, és ennek megfelelően kérem, hogy szavazzunk majd. Szántai László Bihar számára is nagy jelentőségűnek értékelte a börtönkórház kérdését, és hiányolta az ülésről Vitányi István országgyűlési képviselőt, akinek, mint mondta, kíváncsi lenne a véleményére. Módosított határozati javaslattal is élt a képviselő, mert szerinte nem egyértelmű a napirendhez kapott határozati javaslat, mely a korábbi döntés megerősítésére vonatkozik. Na most ezzel szemben én módosító indítványként, és nem én, bocsánat, én vagyok a kvázi, aki először megszólaltam, de többünk nevében módosító indítványként egy határozati javaslatot osztottunk ki, és javasoljuk ezt a testületnek elfogadása, mely így szól: Berettyóújfalu város önkormányzata képviselő testülete a 107/2017-es számú önkormányzati határozatot visszavonja. Ez egy egyértelmű döntés. Mire a helyi népszavazás érvénytelensége miatt nem hárul döntési kötelezettség a képviselőtestületre, ezért az egy elfogadott képviselőtestületi határozat. Önöknek megadjuk most a lehetőséget, hogy a megerősítésről ellene szavazzanak, de egyébként nem lett visszavonva az a testületi határozat, csak nem lépett hatályba a népszavazás eredményének a megállapításáig. Kérdés hangzott el azzal kapcsolatban is, hogy a város hosszú távú település fejlesztési stratégiájába hogyan illeszkedik a börtönkórház megépítése. A népszavazás érvénytelensége mellett az eredményessége is felmerült az ülésen. Helyi népszavazás érvénytelen volt. Az eredményességét egyszerűen nem kellett már vizsgálnia, hiszen olyan népszavazás nincsen, hogy olyan népszavazási eredmény nem létezik jogilag, hogy érvénytelen, de eredményes. Egy érvényes népszavazás lehet eredményes vagy eredménytelen. De egy érvénytelen népszavazás az semmilyen esetben nem lehet eredményes. A jogszabály úgy szól, hogy
helyi népszavazás érvényes, ha a választó polgárok több mint fele érvényesen szavazott, és eredményes, ha az érvényesen szavazó választó polgárok több mint fele a megfogalmazott kérdésre azonos választ adott. A következő. Nagyon sajnál a képviselő úr, hogy nem tárgyalja az előterjesztést. Ha nem veszük komolyan egymást, hogy a képviselőtestület tagjai véleményezésre legalább 3 nappal az ülést megelőzően megkapják legalább az előterjesztésnek a szöveges részét, de ha még azt nem, de legalább a határozati javaslatot, amiről dönteni kellene itt most, és én nagyon sokszor megkaptam, hogy esetleg korábban, 1 nappal később kapják meg a határozati javaslatot, emlékezzünk, volt olyan, amit vissza is kellett vonni, mert a képviselőtársaim, pont akik most aláírták ezt az indítványt, arra hivatkoztak, hogy nem volt kellő idejük megfogalmazni, kialakítani a véleményüket. A mai napig írásos sem előterjesztés, sem határozati javaslatot az egyes számú képviselőindítványhoz nem kapott a képviselőtestület. Említette a kormánypártnak az egyik prominens képviselőjét. Más pártok képviselői is itt vannak, itt miért nem azokról beszélünk? Mert emlékezzünk csak, mit mondott Tóna Gábor az ATV stúdióban az emlékezetes menekültügyi népszavazásnál. Ha már ön egy politikusnak a nyilatkozatát emlegeti, ő azt mondta, hogy nem azok döntötték el a népszavazást, akik elmentek, hanem akik otthon maradtak. Én is tudok ilyet mondani. Vagy akár Gurnándor, ha már nézzük az MSZP-t, Gurnándor azt mondta, az érvényesség az érvényesség, az eredménytelenség érvénytelenség, eredménytelenség, a kudarc az meg kudarc. Tehát felesleges, azt gondolom, hogy felesleges egyik vagy másik politikusi nyilatkozatot előcitálni, mert mindenki tud olyat mondani. Az, én el is mondtam, egy érvénytelen népszavazás volt. Nem is lett semmilyen jogkövetkezménye. Ez egy érvénytelen népszavazás, nem is lesz semmilyen jogkövetkezménye, tehát hatályban marad, ha megerősíti most a képviselőtestület ezt a döntést. Egy 25% alatti részvételnél, megmondom őszintén, nem is gondoltam, hogy arra jutnak képviselők, hogy ezt újra tárgyalja meg a képviselőtestület, amikor a város lakosságának a 3/4 otthon maradt, mert elfogadta a városnak a döntését. Én arról a 9000 emberről szeretnék beszélni, arról a 9000 emberről, aki úgy döntött, hogy ő nem jelenik meg a népszavazáson. Milyen országban élünk? Demokratikus joga mindenkinek élni azzal a lehetőséggel, hogy elmegy és szavaz. 9000 ember úgy döntött, hogy nem érdekli, de nekünk ott kellett ülnünk a vádlottak padján és hallgatni, hogy felelőtlenül döntöttünk. Akkor is azt mondom, hogy nem döntöttünk felelőtlenül, hanem az akkori tudásunk birtokába hoztunk egy döntést. Gondolom felelősséggel mind a 12-en. De minek utána lakossági fórumot kezdeményeztek az emberek, olyan elementáris erővel mondták az érveket, hogy az ember felülvizsgálta a döntését, hogy ha ez a település, ahol élünk, ilyen reakciót vált ki, akkor gondolkodjunk el. Jó, megtettük. 9000 ember azonban úgy döntött, hogy nem megy el. Miért nem ment el 9000 ember? Inkább eznek kellene az okát. Talán azért, mert azt mondta, hogy már minden el van döntve. Nem megyünk el. Milyen demokrácia ez? Vagy talán azért, mert nem érdekel engem, úgysem leszünk annyian, mert óriási az a 6000-es küszöb. Akkor milyen demokrácia ez? Tehát gyakorlatilag én ettől félek. Ettől az apátiától, ami van a lakosság körébe, hogy nem fognak elmenni véleményt nyilvánítani. Anélkül pedig nem lehet sem kormányozni, sem önkormányozni. Tehát az állampolgári felelősség ilyen kérdésben nem 12 embernek a kérdése. Ezért mondtam azt el, amit elmondtam képviselőtestületülésen, hogy végtelenül sajnálom, hogy 4 fideszes képviselő azonnal népszavazási indítványt tett, anélkül, hogy bemond volna minket is, meghallgatott volna minket is, hogy gondolkodunk erről. Elmondhattam volna, hogy fölösleges, mert úgysem jönnek el annyian, mert túl magas, tehát rossz a törvény, túl magas a megjelenési küszöb. Tehát sajnos engem igazolt, bár a lakossági fórumokon úgy éreztem, hogy most annyira be vannak az emberek az üggyel oltva, hogy talán nem fognak.
otthon ülni a fotelbe és szidni minket, hanem fölállnak és eljönnek szavazni. Tehát gyakorlatilag ezen kellene elgondolkodnunk, hogy kidobtunk egy csomó pénzt, és eljöttek 3021-en. Ahhoz, hogy olyan eredmény szülessen, akár képviselők korábbi állásfoglalásával szemben is, amilyet önök szeretnének, el kell jönni mindenfajta szavazásra, mert másképp nem működik a rendszer. Hát közel ugye 2000 ember most boldogtalan. Úgy érzi, hogy hiába tett meg mindent, nem jött be, amit ő szeretett volna. Én szolidáris vagyok ezekkel az emberekkel. Nagyon meggyőző érveket mondtak el, de ez, még egyszer mondom, az állampolgárokon múlt jelen esetben. Tehát foglalkozzunk azzal, hogy a demokrácia milyen állapotban van, és értsük meg, hogy a kérdések nem fent dőlnek el. Hányan mondták ezt nekem? Hányan mondták, hogy fent dőlnek el? Nem. Népszavazás esetén lent dőlnek el a dolgok. Hagymási Gyula egy korábbi augusztusi kijelentését megismételve szólt hozzá a vitához. Azt mondta, a város életét hosszú távon befolyásoló beruházás csak többségi támogatással valósulhat meg. A népszavazás kiírásra került, ezáltal a politikai felelősség, a döntéshozatali felelősséget a népszavazás kiírásával részben áttettük a lakosság vállára. Ezt a terhet a lakosság a maga módján vállalta és hozott egy döntést, megszületett egy vasárnapi eredmény. Vasárnap este született egy értékelés a helyzet, a kialakult helyzet kapcsán, ami részben most polgármester úr is újra elmondta, hogy a háromnegyed otthon maradó ember elfogadta a döntést. Én ezzel nem tudtam akkor sem egyetérteni, és most sem tudok egyetérteni, és az, hogy részben itt ülünk, abban szerepe van, hogy ennek az összehívását teljes szívből, teljes meggyőződésből támogattam. Mert az a döntés, amikor legelsőnek egyhangulag támogattuk, és biztos vagyok, hogy minden képviselő társam legjobb szándéka szerint, az akkor ismereteik legjobb szándéka szerint a település érdekében támogatta, úgy gondolom, hogy az egész folyamatban ez a közös gondolkodás, ez a közös döntésre lenne szükség. Ahogy képviselőtárs az elmondta, a népszavazási kiírás megfogalmazása és a konklúzió a következtetések levonása kapcsán is, és most ezért ülünk itt, hogy milyen konklúziója van ennek a kialakult helyzetnek, milyen következményei lesznek ennek a helyzetnek. A közel 12.000 választásra jogosult emberből közel 3.000 ember elment, 2 elutasította, 2 azt mondta, hogy nem szeretne börtönkórházat, és 1 pedig szeretne. És nem szabad belemenni abba, hogy az otthon maradók hogy vélekedtek, hogy az otthon maradók mit akartak. Az otthon maradókra egyet tudunk elmondani, ők otthon maradtak, és pont. És hogy miért nem lehet ebbe a számháborúba belemenni azért, mert van a város lakosságának egy nem kis százaléka, aki soha semmilyen módon nem veszi ki a szerepét abban, hogy a helyi közügyeket alakítsa. És ha a helyi közügyek alakításának egyik legfontosabb lehetőség az önkormányzati választás, azt kell mondom, hogy 2010-ben 8400-an maradtak otthon, 2014-ben 8100-an, azaz az egyik esetben 33%-a tartotta fontosnak, hogy az önkormányzati népszavazáson véleményét nyilvánítson, 2014-ben 34%-a. Ez nem büszkeség. Ez mindenkinek, akinek ma a magyar politikában lehetősége van alakítani a politikai közéletet, ez egy súlyos kritika. Az egy súlyos kritika, hogy az embereknek miért ilyen magas a politikától való elfordultsága. Az, hogy miért nem hisznek a politikában, miért nem hisznek a politikus személyében, miért nem hisznek a politikus szavának. És itt egy helyzet, ami ezt hosszabb távon nagyon befolyásolhatja. És most nem arról szól már ez a döntés, hogy legyen börtönkórház, persze, hogy arról szól. De egy sokkal súlyosabb kérdés van előttünk. Van egy döntés, amit a lakosság hozott. Gondolkodjunk bár, hogy legyen bármilyen a véleményünk a helyességéről, hasznosságáról vagy veszélyeiről. Még ha ad abszurdum, mind a 12-en változatlanul úgy meg lennénk szentül győződve, hogy ez kell a városnak és a fejlődését fogja szolgálni, akkor is új helyzet van ma, a vasárnapi nap után. Új helyzet, mert a lakosság mondott valamit. A lakosság mondta azt, hogy 2 nem kér, 1 kér. A lakosságot nem tudtuk megnyugtatni, a lakosságot nem tudtuk meggyőzni. Tele voltak félelmekkel, aggodalmakkal. Nem tudtunk olyan üzeneteket eljuttatni, hogy ezek az aggodalmak, ezek a félelmek eloszoljanak. Ez is a mi felelősségünk. Ezt nem lehet a lakosság nyakába áthárítani. És itt most már az erkölcsi morális oldaláról beszélünk a kérdésnek.
Szabad-e egy olyan döntést felvállalnunk, ami szembe megy az emberek akaratával? Sokszor az életben van olyan, hogy szentül meg vagyunk győződve, hogy egy dolog jó, és elengedjük. Elengedjük azért, mert tudjuk, hogy ami utána jön, az sokkal jobb dolgokat is szülhet. Visszakanyarodok arra az augusztusi felszólásomra, és részben azért mondtam, hogy a város lakosainak döntő támogatásával épülhet meg egy ilyen intézmény. Mert hiszem valom, hogy olyan ügy viszi előre a várost, ami mellé oda tudnak állni az emberek. Ez az ügy sajnos a leadott szavazatok adatai alapján azt mutatja, hogy megosztja a várost. Nem összefog, nem egységesít, nem előre tól a fejlődés irányában, hanem törésvonalat képez. És nem pártpolitika, és nem világnézet és érdekrend, nincs ilyen vonal. Nem, nincs különbség, balos, jobb, és nem akarom folytatni ezeket a különböző megosztásokat. Mert hasznot is ugyanúgy hoz mindenki számára, és veszélyeket is ugyanúgy teremt mindenki számára. Ezzel úgy érzem, ezzel a döntéssel arcon csapjuk a választókat. A polgármester úr felajánlást tett a Forrászeleten levő önkormányzati terek átadására. Kinek a felhatalmazásából tette ezt meg akkor? Erre viszont azt gondolom, hogy már csak az itt levők miatt is érdemes, meg egy olyan valótlan tartalmú szórólap jelent meg személyemet érintően, és nagyon sajnálom, hogy egy Berettyóújfalóban is működő párt ehhez adta a nevét, hisz mindannyian láthatták, hisz egy képviselő testületi előterjesztésnek a mellékleteként én magam jutottam el valamennyi képviselő társamnak, tehát ez nem valahonnan előjött, hanem ezt én továbbítottam önöknek. Emlékezzünk már vissza. A legutóbbi testületi döntésről, amikor a Hungaromind, illetve másik hat gazdasági társaság esetében bérleti szerződést kötöttünk napelőmű parknak a létesítésére. Abban az esetben is megkeresi a várost egy gazdasági szereplő, és kéri, hogy van-e alkalmas terület, amiről tud dönteni a képviselőtestület. Ugyanígy volt ebben az esetben is. Ajánlottunk, van ilyen terület? A kórháznak nem volt, nem véletlen, hogy a kórházban voltak először. Hát a kórházban találkoztunk, mert a kórháznak a beépítési százaléka magasabb, tehát nem lehetett ott. Tehát addig mi nem ott se voltunk. Majd megkérdezték, hogy az önkormányzat tulajdonában van-e olyan terület, amiről lehet dönteni. Ez volt az az önszerinti felajánlás. Semmilyen felhatalmazás nincs. Csak önök azt a levelet nem olvasták végig. Mert a következő bekezdésben pedig a büntetés végrehajtás országos parancsnoka kéri a képviselőtestületet, hogy erre a területre vonatkozó döntését hozza meg. Senki nem ajánlott fel. Ha önök akkor május 25-én azt mondják, hogy már pedig ne adja az önkormányzat ezt a területet, én hiába ajánlottam volna fel azt, hogy arról beszéljünk. A Hungaromind esetében a napelőmű parknál szintén volt egy konkrét javaslat, mert arról tud dönteni a képviselőtestület, egy helyrajzi számot abban az esetben is ennek a gazdasági szereplőnek felajánlottunk. Tehát önnek nagyon egyszerűen tudok válaszolni, semmit nem ajánlottam fel, semmilyen felhatalmazással, mert a felhatalmazást május 25-én a képviselőtestület adta meg, köztük ön. Nagy Sándor egy kérdést tett fel a polgármesternek a kórház jövőjére vonatkozóan. Van-e tudomása önnek olyan kormányzati szándékról, hogy egy megye, egy kórház? Mert ha igen, akkor jogos az a határozat, ami előttünk van, hogy talán így lehet Berettyóújfalóban megmenteni a kórházot. Ha nem, ha nincs ilyen szándék, ilyen kormányzati szándék, akkor sajnálom, akkor nem értem a kialakult vitát. Köszönöm. Erre nekem jelenleg nincs információm, hogy erre önnek válaszoljak. A képviselők végül szavaztak elsőként Szántai László módosított javaslatáról, mely a május végi döntés visszavonására vonatkozott. Ezt 5 igen és 7 nem szavazattal utasították el a jelenlévők. Az önkormányzat korábbi határozatának megerősítéséről pedig már név szerint szavaztak. Berettyóújfalu város önkormányzata képviselőtestület ismételten megtárgyalta és megerősítette a 107/2017 számú önkormányzati határozatban foglaltakat, erről viszont név szerint fogunk szavazni. Most ebbe az irányba megyünk. Név szerint fogom szólítani a képviselőket. Bónácz János. Igen. Nagy László. Igen. Szabó Katalin. Igen. Nagy István. Igen. Hagymási Gyula. Nem. Nagy István. Igen. Balázs József. Igen. Nagy László, bocsánat. Nem. Szántai László. Nem. Nagy Sándor. Nem. Gyula Ferencné. Nem. Nem. Tisztelt képviselőtestület, megállapítom, hogy a képviselőtestület a
határozati javaslatot, 7 igen, 0 tartózkodás és 5 nem szavazat mellett elfogadta. A jelenlévő képviselők tehát 7 igen, 0 tartózkodás és 5 nem szavazattal elfogadták a korábbi, az állam részére vonatkozó átadásról szóló határozat megerősítését. A szerkesztőségünk részére megküldött önkormányzati tájékoztatás szerint a helyi népszavazás érvénytelenségét megállapító helyi választási bizottsági határozat jogerőre emelkedését követően megtörténik az ingatlan, változatlan céllal és feltételekkel történő átadására vonatkozó megállapodás megkötése.